Ma nagyon jól néz ki, házelnök úr. Hát komolyan mondom, a bajusz, a nyakkendő minden a helyén van, az ürésvezetés tényleg remek, úgyhogy ha az idegrendszer is bírja a nyomást, akkor szerintem vágjunk is bele. Engedje meg, hogy én nekiabáljak a felszólalásomban, mint hogy ön megtette, de már megszoktuk egyébként. Engedje meg, hogy azzal kezdjem, hogy azt mondjam, hogy a melósoknak soha nem ment rosszabbul, mint azok idején, akikkel ön szövetséget kötött. Az a pénz, amiből maguk kampányolni fognak, az könnyen lehet, hogy a privatizációkból származik, és könnyen lehet, hogy a melósoktól származik. Ami a bérek kérdését illeti, a minimálbér az ő kormányzásukhoz képest, akikkel önök most összefogtak, 73 ezerről 167 ezerre nőtt. A bruttó átlagkereset megduplázódott 202 ezerről 403 ezerre. Ezek a tények, amivel véletlenül sem mondjuk azt, hogy ez elegendő, de azt igen, hogy emelkedő tendenciát mutattak és folyamatosan nőnek. Akkor nem volt családtámogatási rendszer, most van. És ami a jövőt illeti, arra kérem tisztelettel, hogy nézze meg, hogy akikkel összeállt, mit ígértek írásba adva a jövőre nézve. Mert hogyha a jövedelemadót nézzük, ez a kormány csökkentette a jövedelemadó mértékét 15%-ra. Karácsony Gergelynek van ezzel kapcsolatos javaslata, két kulcsosat akar bevezetni, akár 25-30%-os adókulcsal. Az a magasabb, nem az, amit ez a kormány eldöntött. A társasági adót 19%-ra növelnék a mostani 9% helyett, több mint duplájára. Abból nem lesz magasabb bér, abból kisebb bér lesz. A családtámogatási rendszer pedig úgy alakítanák át, hogy az ne legyen munkavégzéshez kötve. Ezt ön nagyon jól tudja, hogy mivel járna. Az járna 12%-os munkanélküliséggel. Egyébként, hogyha az ön szűkebb hazáját nézem, csak Borsodban több mint 17%-os munkanélküliségről 5%-ra esett vissza a munkanélküliség, hogyha ezen a kormányon múlik, akkor az még tovább fog csökkenni. Engedje meg, frakcióvezető úr, hogy a válaszom hátralévő részében ne csak önhöz, hanem az új főnökeihez is szóljak, mert úgy talán jobban célba ér a mondandó, tehát Gyurcsány Ferencnek is szeretném mondani, és az összes baloldali képviselőnek, hogy rendkívül méltatlan szerepet osztottak Jakab Péterre, el kell játszania ezt a gyűlölet serkentő provokátor szerepet, és mindig van új produkció, hol táblákat hoz be, hol krumplizsákot lóbál, hol TikTok videókban parádézik, tényleg mindig van másik. És látjuk, hogy nagyon néha azért beengedik beszélgetés műsorokban, na ott aztán elképesztő meredek dolgokat mond. Például egészen nyíltan arról beszél, hogy a vidéki szavazók nem nagyon ásnak utána a dolgoknak, nem nagyon olvasnak programokat, miközben a nagyvárosokban jobban tájékozódtak. Én tisztelt képviselő úr, én vidéken nőttem fel, és sokunk nevében kérdezem, hogy micsoda lenéző vidékizés már ez. Az SZDSZ nem engedett meg magának ilyet. Aztán az is a feladata, tisztelt képviselő úr, hogy egyenként kiálljon a posztkommunista jelöltek mellett. Nézzük az elmúlt napok példáit, közös plakátok, Gyínémet Erzsébet, Gyurcsány párt, Varjú László, Gyurcsány Ferenc államtitkára, Hiller László, Gyurcsány Ferenc minisztere. Nem kínos ezt a feladatot végrehajtani, hogyha Karácsony Gergelynek egy egész unikumra volt szüksége, hogy ezt a feladatot megemészze, akkor könnyen lehet, hogy magának egy egész hektós hordó kell. Ön egy olyan kis vezető mellett is kampányolt az elmúlt hetekben, akinek eléggé dicstelen szerep jutott a privatizációs években. Hadd kérdezzem már meg ön, frakcióvezető úr, hogy ilyenkor hol vannak a tolvajozó számon kérések? Az az érzésünk, magunk között szólva, hogyha Rákosi Mátyás élne, akkor maga pár listás helyért még vele is szerepelne egy közös plakáton. Tisztelt! Ez van. Nekünk van türelmünk, és nem mondom, hogy szívesen, de végig fogjuk nézni az itteni előadásait, az itteni produkcióit, és legfeljebb, majd halkan levonjuk a következtetést, hogy ön mindent megtagadott, amiért létrehoztak egy nemzeti pártot, hogy az ország legjobban fizetett provokátora legyen azok szolgálatában, akik ellen létrejöttek. És nekem ez a tolvajozós mondóka valahonnan ismerős volt, és rá is jöttem honnan. Egy évvel ezelőtt ön beszélt arról, hogy piszok nehéz volt egy tárgyalóasztalhoz ülni azokkal, akik ellen létrejöttek, mert a Jobbik, valljuk be, tolvajok ellen jött létre. Erre eltelt pár hónap, és maga nemhogy leült ezekkel a tolvajokkal egy tárgyalóasztalhoz, hanem alá is írt nekik az aláíráson, a vezérük mellett ült. És ennek következményeként pár hónappal később Dunaújvárosban vele tartott közös sajtótájékoztatót azon ember mellett, aki egyébként a privatizációért felelős, aláírta. Szóval a frakcióvezető úr, hogyha legközelebb
ha legközelebb az apró villába jár, nem tudom, hogy milyen gyakran teszi meg, és nem tudom, hogy kére kávét, de hogyha kap kávét, akkor legközelebb gondoljon arra, hogy lehet, hogy még a csésze is a privatizációkból jött össze, szóval a tolvaj témában megfogalmazott állításait, kérdéseit címezze az új főnökéhez, nagyon sokan fogjuk várni a választ. Köszönöm, hogy meghallgattak.